A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala centenáriuma alkalmából 1996-ban alapították a Jedlik Ányos díjat, ami a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú iparjogvédelmi munkásság elismerése. Az idei év egyik szakmai elismerését dr. Kovári Zoltán kapta. Dr. Kovári Zoltán vegyész és biológus mérnök, a biológiai tudományok doktora, magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. Ügyvezetője. Számos szakmai szervezet, köztük az AIPPI magyar csoportja, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara, a Magyar Védjegy Egyesület és az Iparjogvédelmi Szakértői Testület elnökségi tagja, az Európai Szabadalmi Ügyvivők Testületében a Fegyelmi Bizottság magyar delegáltja. Hát a szabadalmi ügyvivői hivatás szépségét három aspektusból is meg tudjuk vizsgálni. Az egyik, hogy az alkotók, feltalálók mindig motivált, lelkes emberek, akiknek a környezetében jó lenni, jó velük együtt dolgozni. A másik, hogy a találmányok egy új műszaki területhez tartoznak, egy új tudományos disziplinát világítanak meg, és a szabadalmi ügyvivőnek ebbe bele kell tanulnia, meg kell tanulnia a találmány hátterét, ami szellemileg biztosít egy motiváló, inspiráló környezetet. És a harmadik tényező pedig az, hogy amikor meglátjuk egy bolt kirakatában azt a terméket, aminek az iparjogvédelméhez közünk van, akkor úgy gondoljuk, hogy itt egy kis hozzáadott értéket mi is tudtunk biztosítani ennek a terméknek. Még gyógyszerkutató volt, amikor először találkozott a Jedlik Ányos díjjal, hiszen szabadalmi ügyvivő édesapja, Kovári György is megkapta 2002-ben ezt az elismerést.